Uraim! Hölgyeim! Tisztelt hallgatóság! Önök... bizonyára azt várták, hogy borondanak... Velszi herceg áll majd önök előtt, de sors ezt másképp rendelte. Bátyám, David, országlók, kötelezettségének tesz eleget a brit birodalom egy távoli pontján. A történet előzménye, hogy 5. György király meghal, a trónt később Albert, börti herceg foglalhatja el. Azonban Börti rettentően dadog. Ezt a szerepet szakember nélkül nem könnyű megtanulni. A dadogás nem is olyan egyszerű, de annak, aki nem dadog, akár izgalmas kihívás is lehet. Takaró Kristóf Fuga, logopédus, ő sokat segített ebben. Úgy alakult ez a dolog, hogy rengeteget beszéltünk róla, és... nagyon érdekes egyébként, mert amikor ugye az ember szöveget tanul, akkor beül egy dallamiság az ember fejébe vagy fülébe, mondjuk amikor verseket, vagy talán prózai szövegeknél is beül a dallam, és mivel itt ugye dadogok, és nincs teljesen kitalálva, hogy mikor akadok meg, hanem ezt az agy, egyébként a húgommal ezt nagyon érdekesen vizsgáltuk meg, hogy tényleg annyit gyakorlom, és annyit gyakoroltam, hogy egy idő után ez automatikussá vált, és tudtam, hogy mikor kell beleakadni a dologba. Úgyhogy ez valahogy így elkezdett így zsigerből működni, így átkapcsol az agy egyébként. És hogy benne van az ember fülében ez a dallam, és itt ugye nincsen, és ez az, ami a legnagyobb koncentrációt igényli, hogy ezt a dallamiságot megtörve is tudjam, hogy mikor éppen hol tartunk, de hála Istennek azt mondhatom, hogy működik a dolog, és hát eddig nem volt olyan gondom, hogy hirtelen ne tudjam, hogy hol tartunk. Az volt érdekes, hogy a főpróba héten ugye rengeteget dadogtam, de az is megvan egyébként, hogy mikor milyen arányban dadog a Börti. De hát a főpróba héten rengeteget adogtam, és utána, amikor átmentünk Attival a Primadonnák című előadásba, így beleugrottunk tulajdonképpen, akkor pont, hogy az volt furcsa, hogy folyékonyan kell beszélnem. Úgyhogy valahogy az agy ezt így átkapcsolja, és nagyon érdekes egyébként. Meg kell eljönnie hozzánk. Sajnálom, itt én határozom meg a játékszabályokat. Esetleg kivétel tehet. Én úgy tudtam, az előjegyzés Johnson névre szól. A nagy háború alatt használtuk ezt a nevet. A haditengerészet így próbálta megakadályozni, hogy az ellenség tudomására jusson, hogy ő felsége mikor tartózkodik a fedélzeten. Ezek szerint ellenség lenni? Az lesz, ha nem engedelmeskedik. Sajnálom, akkor sincs kivétel. Nos, ebben az esetben csak pazaroltam az idejét. És a magamat. A felébe is. Ezt jól elbaltáztam. Kérd a vacsora! Igen. Érzem a hagymás és finom illatát. Különös látogatom volt az előbb. Hát persze, drágám. Mindenki tudja, hogy milyen jó vagy a szakmádban. Mindenki tudja. Egy hölgy járt itt, a legmagasabb körödből. Jól mondom, ha bár a pénz elég jól jönne, akkor talán végre haza költözhetnénk. De nem, nem fog visszajönni. Azt mondtam az elkényeztetett kis puskának, hogy egy szabad percem sincs. Na persze gondolhatod, rendkívül csalódott volt. Azt gondolom, bár őszintén szóval nem nagyon fáj a szívem az e féléket. Lionel egy ausztrál logopédus igyekszik segíteni rajta. Kettőjük viszonya különös, ugyanis Berti soha nem akart beszédeket mondani, később azonban sikerül neki. Lionel pedig valamikor színész szeretett volna lenni, de neki nem sikerült. Az egyszerű polgári származású ausztrál különleges érzékkel és tehetséggel bánik, a mód felett érzékeny, önbizalom hiányos uralkodóval, míg közös, nehéz munkával elérik a király beszédének tökéletesedését. A két férfi barátságának kibontakozása
fokozása és megerősödése a történet fővonala. A színdarab egyébként egy filmadaptáció. A legnehezebb dolgunk az pont az volt, hogy ne filmesen játszunk. Ugye a filmes eszközök azok nagyon másak, nagyobb komfortzónát biztosít mondjuk egy közeli, ahogy egy pupilla tágul, ahogy egy arcizom rezdül, azt a színpadon sok méter távolságból megmutatni nagyon nehéz. Így a filmes eszközök nem is tudnak nagyon a színpadon érvényesülni, úgyhogy egy teljesen más gondolkodásmóddal kellett nekünk elkezdeni ezt a munkát, de ugye Lipi Zsolt igazgató úr kezébe voltunk mi első rendezéses rendezőnek, így elképesztő biztonságban éreztük magunkat. Nem török pedagógusi babérokra, ugye másoddiplomával, viszont nekem nagy szerencsém volt abban a tekintetben, hogy nekem a beszédtechnikát azt Nagy Gyula bácsi tanította, akit Montág Imre tanítvány volt, és én nagyon sok trükköt és praktikát ellestem tőle. Egy időben még kacérkodtam is a gondolattal, hogy az ő hatására esetleg a logopédiát megpróbálom, de aztán az élet úgy hozta, hogy nekem kicsit vastagabban fogott a ceruza a színház oldalon, így a logopédiáról letettem. Én képtelen vagyok. Azt mondja, hogy az a hivatásom, hogy király legyek. De hol hatalmak? Vajon alakítatok-e kormányt egymagam? Vajon választhatok-e miniszterelnököt egymagam? Vethetek-e ki adót? Hadat üzenhetek-e? Egyiket se tehetem. Mégis én vagyok a legnagyobb tekintély. És helyes vagy miért? Mert a nemzet polgárai hisznek abban, hogyha ha én beszélek hozzájuk, azt az ő érdekükben teszem. Csak hogy én nem tudok beszélni. Kezdjük újra. Ebben a nehéz órában. Ebben a nehéz órában. Folytassa. Az ember mindig küzdködöm. Fusson rá erre a szóra és sorakoztassa fel utána az összes. Lipit Zsolt Jászai Mari díjas színművész, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója ezzel a színdarabbal debütált rendezőként a színházban. Régóta kacérkodtam a gondolattal, és amikor úgy döntöttem, hogy belevágok, akkor első között ez a mű jutott eszembe, ez nekem nagyon tetszik, nagyon szeretem az ilyen szívhez szóló emberi történeteket, és hát óriási élmény volt a rendezés, mert úgy éreztem magam, mintha világéletemben ezt csináltam volna, valószínűleg azért, mert nagy 30 éve vagyok már színész, 1988-ban végeztem a színművészeti főiskolán, és hát rengeteg színdarabba játszottam, rengeteg szerepet, nagyon sokféle rendezővel, és nyilvánvaló, hogy ez a hosszú színészi időszak felért egy kurzussal, szerintem azért is vágnak bele színészek a rendezésbe egy idő után. Nem azért, mert nem elégíti ki őket csak a színművészi lét, hanem szeretné az ember kipróbálni magát, és nekem ez a lehetőség most megadatott, úgyhogy ennek nagyon örülök, és lesz folytatása is. A 2011-ben számos Oscar-díjat elnyert film színpadi változatát már számos magyarországi színházban bemutatták. A történet a Pécsi Nemzeti Színházba is megérkezett. Ebben a nehéz órában, melynél vészterhesebb, tám még nem volt honunk történetében. Országaink minden polgárának küldöm ezt az üzenetet. Éljenek bár itthon, vagy a tengeren túl. Szívem legmélyéből szólok valamennyiükhöz. Egytől egyig. Fogadják szavaimat úgy, mintha otthonukban lépnék, és úgy beszélnék önökhöz, személyesen. Többünk életében, idestova másodízben, ismét háborúban állunk.